Két rendőrautó mindjárt itt volt. Az egyik feltételezett elkövető pont akkor ment vissza a tett helyre, amikor az egyébként lakatlan ház tulajdonosai a helyszínelőket várták. Ott úgy hozták ki, aztán bilincsbe már. Mivel az asszony azonnal értesítette a rendőröket, a járőrök perceken belül elfogták a gyanúsítottat. Bejött az elkövető, és azonnal szóltam a rendőrségnek, és természetesen mondták, hogy tudnak erről az ügyről, 5 percen belül két rendőrautó, utána 5 itt volt, és hála Istennek megfogták a hátsó házba, ott volt elbújva, megbilincselték. A nyomozás során kiderült, hogy ez a férfi nem egyedül követte el a bűncselekményeket. A rendőrség látókörébe további 3 gyanúsított került. A kvartett tagjai szinte az egész várost végigfosztogatták. Összesen több mint 30 betörés miatt kell majd felelniük. Az eddigi adatok szerint közel 30 betöréssel gyanúsíthatók ezek a személyek, de az eljárás további szélesítése folyamatban van, vagyis még valószínűleg fognak felmenni további bűncselekmények is. A csoport tagjai, ahogyan ez a helyszíni kihallgatás felvételein is látszik, részben vallomást tettek. A gyanúsítottak közül 2 szabadlábon védekeznek, 2 pedig jelenleg előzetes letartóztatásban vannak. A gyanú szerint a bűnbanda főleg lakatlan épületekből lopott, de olyan családi házba is betörtek, ahol több mint 2 millió forintos kárt okoztak a tulajdonosoknak.